1903-ban Lika Károly a Temető művészete című írásában, amelynél szebbet e témában soha nem olvastam. A pátosz élteti ezt a művészetet, mondja, ami elszenvedést, egy magasabb erőnek való kiszolgáltatottságot jelent, és amiben részesedve minden ember Elektrának vagy Hamletnek lesz testvére. Idézem, maga az, hogy a patetikus nagy gyász szüntelenül ismétlődik az emberek nyájában, az ismétlődés hatalmas ritmusát adja neki. Így volt ez 6000 évvel előtt Mezopotámia füves síkjain, így van ez ma is minden nap a kerepesi temetőben. Vagy itt, a farkasréti temetőben is, ahol Konrád György síremlékét avatjuk. Nem temetünk, hanem avatunk. Nem földbe süllyesztünk, hanem fölemelünk valamit, olyasmit, ami még oly súlyos legyen is, a légiesség érzetét nyújtja. A Jovánovics György által készített mű a maga fekete-fehér eleganciájával nem gyászos hatást kelt, nem temetői hangulatot. Jovánovics nem rendelte alá magát valami olyasminek, amit a temetőben elvárni szokás. Helyette egy öntörvényű művet hozott létre, ami úgy utal a temetőre és az elmúlásra, hogy közben egy tágabb összefüggésre is irányítja a figyelmet. Hibátlan konstrukcióként elsőként a tökéletessége ragad meg. A tökéletesség a végérvényesség felé tereli a gondolatot, ez pedig a változtathatatlanság élményét kínálja. Nem a halál és az elmúlás, hanem a hibátlan szépség az, amire figyelmeztet. A szépség pedig, ahogyan August von Platen írja a gyönyörű versében, a Tristánban, nem idegen a haláltól. Ki a szépet szemtől szembe látta, életét már halálba vetette, írja. Távolról a bejárattól megpillantva ezt a síremléket, az ide vezető út végéből, ahonnan legfeljebb csak tudom, hogy mindenfelé sírok sorakoznak egymás mellett, de nem látom őket, csak ezt az emlékművet, szinte magányosan. A műalkotásnak nem temetői, hanem ünnepélyes lesz a hangulata. Az antik ligetekben bukkantak ilyen emlékművekre az akkor sétálók. És volt, amelyikre nem egy név volt vésve, hanem egy felirat, Et in Arcadia ego. Éltem én is Arcádiában. Ezt kimondva, Jován nagy kedvence is feltűnik előttem, Giorgione vihara, a rejtélyes rommal, aminek parafrázisát egyszer már elkészítette, igaz, egészen más kontextusban, mint a jelenlegi síremléket. Egy kicsit ezt is felidézi bennem ez az emlékmű, a maga fehér, két fehér lábával. Igaz, itt nem fölfelé mutatnak az égbe, hanem lefelé a föld mélyébe. Jován említette nekem egyszer, hogy számára ez a mű egy íróasztal is. Egy barátom, akinek megmutattam a síremlék fényképét, elsőként ugyancsak íróasztalt említett. Elfogadom, Konrád Gyuri biztosan örült volna egy ilyen asztalnak a hegymagasi kertjében. Számomra azonban mégiscsak megmagyarázhatatlan ez a mű. Hiába mondom, hogy íróasztal vagy síremlék, valójában egy olyan mű előtt állok, amelynek nincsen semmiféle praktikus rendeltetése. Pedig még a síremlékek túlnyomó többsége is szolgál valamire. De ez a szobor, és most szándékosan szobrot mondok, és nem síremléket, rejtélyes képződmény. Hiába látom a hézagmentes illeszkedéseket, a tökéletes lecsiszoltságot, vagy akár a betűknek az ék alakú vésetét, amit nem győzök csodálni. Hiába tudom, hogy Jován műterméből került ki, és az ő hosszas tervezésének a szülötte, mégis az az összbenyomásom, hogy ez a mű így, ahogy itt áll előttünk, a teljes idegenség hírhozója és küldötte. Emlékeztet engem a híres monolitra is Stanley Kubrick 2001 űrodüsszeiájából. Ez a mű is kapocs az emberi és az emberen túli világ között. Vagy, mint a filmben, a már halottak és a még meg nem születettek között. A két fehér, illetve egy fekete hasábra helyezett vízszintes gránitlap, két ferdén felfelé mutató széle,
nekem az emelkedésnek, a felfelé irányuló mozgásnak az érzetét is kínálja. És közben olyan is, mint egy felfelé fordított sírhalom. Hogyan is írta Lika Károly a nagyjából egy időben a nagy osztrák építész Adolf Loos? Idézem, ha az erdőben földhányást találunk, 6 láb hosszút és 3 láb széleset, amelyet ásóval piramis formájúra emeltek, akkor elkomolyodunk, és valami azt sugja nekünk, itt valakit eltemettek. Ez az építészet. Ez a vízszintes fekete gránitlap az őt tartó oszlopokkal együtt maga is építészet. Egyszerre sírhalom, félbevágott, fordított piramis, egy soha le nem zárható koporsó. És a maga hibátlan szépségével üzenet is. Egy az ember jelenlétére utaló ősi nyom ezen a bolygón, amelyen Konrád György valamikor megjelent, majd eltűnt, miként maga az ember is valamikor réges-rég megjelent, majd egyszer újra végképp el fog tűnni. E bolygó pedig tovább folytatja közönyös, embertelen életét. Ez a sírkő, amelyen sok-sok más síremlékkel ellentétben alig ha fog majd az idő, akkor is itt lesz, amikor a mi már nem. Talán még akkor is, amikor egy új, még nem ismert, de tudattal rendelkező faj népesíti be majd a Földet, és tanácstalanul, de mégis áhítattal nézi ezt az itt maradt sírkövet, amely egyszerre ad majd hírt az emberről és az ember hiányáról. Évekkel ezelőtt egy fogadáson, a népes tömegben odaültem Konrád Gyuri mellé. Mindenféléről beszélgettünk. És mert Debrecenből származom, meséltem neki a gyerekkoromról is. Többek között arról, hogy az 50-es években gyerekként egyszer egy télen lovasszánon vittek Mikepércsre. Ezt hallva Gyurinak felcsillant a szeme. Körbenézett, aztán kuncogva odasukta nekem, te Laci, fogadjunk, hogy itt senki nem hallott még Mikepércsről. Olyan öröm ragyogott az arcán, amilyet még sohasem tapasztaltam nála. Aztán röviddel később megjelent az Elutazás és hazatérés Gyuri legszemélyesebb könyve. Ebben egy helyen arról írt, hogy gyerekként arról álmodott, hogy egyszer majd elmegy Oxfordba vagy Cambridgebe, hogy ott megtanulhassa, hogyan kell repülőgépet készíteni. Idézem, előbb kicsiben, aztán nagyban állítom elő az utasszállítógépeket, és akkor majd egész Berettyóújfalu. Ha ökrös szekérrel is, de kimegy a repülőtérre, és részt vesz ingyenes sétarepüléseken, a magasból látva Derecskét, Mikepércset, Zsákát, Furtát, Csökmőt, talán még Bakonszeget is. Ez volt elképzelve. Ebből a repülésből, de még az ökrös szekéren való utazásból is nem lett semmi. Helyette az utolsó pillanatban a szerencsének köszönhetően vonaton ő utazott el nővérével és 2 unokafivérével együtt, így kerülve el a berettyóújfalusi zsidók, köztük 200 gyerek közös sorsát, Auschwitzot. Valamennyi osztálytársa is oda lett. Ők azóta valahonnan fentről, a magasból néznek le Derecskére, Mikepércsre, Zsákára, meg a többi falura. Több mint 7 évtizeddel később Gyuri is követte őket. Sírkövet nézve nem tudok nem gondolni erre az elképzelt és megálmodott repülőgépen tett utazásra a magasban. És bár itt Gyuri neve van bevésve a gránitba, ott látom mögött annak a sok egykori kisgyereknek és osztálytársaknak a nevét is, akiknek emléke Gyurit élete végéig elkísérte, és akik hozzá hasonlóan valamennyien tudták, hol van Mikepércs. Emlékező ima következik. Emulera Hamid.
Köszönés mat! Itzhokben Jaiszéf Konrád György. Sehol lajlaj bahor sör viszpaleli. Vitroir, vitroir.